A La Viña egy 2-től 5-ig játszható társasjáték, amelyben a játékosok kosarakba gyűjtenek szőlőket, és azokat pincészetbe szállítják, amiért jutalmakat kapnak. A játék végén pedig az lesz a győztes, aki a legtöbb dicsőséget szerezte a kereskedések során. A videóban látható példány angol kiadás, így a doboz angol játékszabályt tartalmaz, de elérhető hozzá magyar játékszabály. Ennek linkjét megtaláljátok a videó leírásában. A doboz tartalmaz 7 figurát, 67 darab dicsőségjelölőt, 12 szerszámjelölőt, 8 darab univerzális szőlőjelölőt, 30 darab hordójelölőt, kosárkártyákat, szőlőszedőkártyákat, pincészetkártyákat, egy borkészítő szövetkezetkártyát, 72 darab szőlőkártyát és egy moduláris játéktáblát. Játékosszám függő, hogy milyen játékelemből mennyire van szükség. Én 3 fős játékot fogok előkészíteni. Minden játékosnak egy-egy szőlőszedő figurája lesz. A játéktáblán 4 mezőre lesz szükség. A pincészetkártyák közül 6-ot kell választani véletlenszerűen. A szövetkezetkártya 2 oldalas. 3 fős játék esetén erre az oldalra lesz szükség. A közepes és nagy kosárkártyákból 2-2-re lesz szükség. És a 3 különböző eszközjelölő mindegyikéből 2-2 példányra van szükség. Minden játékos egyénileg kap egy ilyen szőlővel jelölt kis, illetve közepes kosarat, valamint 6-6 hordójelölőt. Helyezzük a játékosszám alapján előkészített moduláris játéktáblát a játéktér közepére. A szőlőszedők ezen az úton fognak végighaladni. Ennek az útnak van egy bejárata, egy kijárata. Ezek a sávok, a mezők. Itt tehát ez a játéktábla most 4 mezőből áll, és minden mezőn 2 tároló látható. Itt tehát egy mezőn belül 2 szőlőszedő állhat majd. Keverjük meg az összes szőlőkártyát, és minden mező mindkét oldalára fordítsunk fel 2-2 kártyát. Itt tehát tulajdonképpen minden mezőnél 4-4 kártya lesz. Azonban mivel a kártyák egymásra vannak helyezve, mindig úgy kell venni, hogy csak az a kártya elérhető, ami felül van. Illetve, ha úgy tetszik, az a kártya elérhető, amelyen nincs másik kártya. A megmaradt szőlőkártyából alkossunk egy képen lefelé fordított húzópaklit. Minden játékos válaszol egy játékos szint, és vegye el a hozzátartozó szőlőszedőkártyát. Ez a 2 mező színe határozza meg, hogy mely szőlőszedő tartozik mely játékos színhez. A kezdő kosárkártyákat helyezzük a szőlőszedőkártyához. És fontos, hogy a játék folyamán mindig 2 kosárra rendelkezhetünk csak. Ezeket a későbbiekben lecserélhetjük majd, de 2-nél több kosarunk nem lehet. Mindenki vegye magához a hordóit, majd meg kell állapítani egy véletlenszerű kezdősorrendet. A kezdőjátékos figurája kerül a bejárathoz képest legtávolabb. A körsorrendben a második játékos helyezze egyel közelebb a figuráját a bejárathoz, és aki a játékos sorrendben utolsónak következik, annak a figurája, azaz a szőlőszedője lesz a bejárathoz a legközelebb. A korábban kiválogatott játékelemeket helyezzük mindenki számára könnyen elérhető helyre. A kezdőjátékos kap egy dicsőségpontot, a sorrendben utána következő pedig mindig egyel többet kapnak, mint az előttük lévő, tehát a piros játékos 2 dicsőségpontot kap, a kék játékos pedig 3-at. Bár a különböző dicsőségpont értékeknek különböző formájuk van, a funkciójuk mégis ugyanaz, tehát tulajdonképpen ez 1, 5, 10, 50 dicsőségpontot jelent. Helyezzünk egy univerzális szőlőjelölőt a kijárathoz, és kezdődhet is a játék. A játék folyamán mindig az a következő játékos, akinek a szőlőszedője leghátrébb áll a sorban. Itt mindig pontosan látszik, hogy ki a következő játékos. Amikor a játékos sorra kerül, akkor a szőlőszedőjével mindenféleképpen előre kell, hogy mozduljon, egy előrébb lévő mezőre, és a mezőn belül egy üres tárolóra kell, hogy helyezze a szőlőszedőjét. Emlékeztetőképpen minden mező 2 tárolóból áll, és a 2 tároló közül az egyik egyértelműen előrébb van, a másik pedig hátrébb. Fontos tehát, hogy a mozgás során mindig új mezőre kell lépni, tehát arra nincs lehetőség, hogy egy mezőn belül a következő üres tárolóra lépjünk. A játékosok körében köteles lépni a szőlőszedőjével, és a szőlőszedő mozgása előtt vagy után annál a mezőnél, ahol a szőlőszedő aktuálisan tartózkodik, szőlőkártya vehető el. Tehát például, ha a zöld játékos mondjuk ide lép, akkor csak erről a mezőről választhat kártyát,
és mindig csak az elérhető kártyák közül választhat, tehát olyat, amin nincs másik kártya. A zöld játékos tehát választhatja ezt az 5-ös értékű Cabernet Sauvignont, vagy ezt a 3-as értékű Cabernet Sauvignont, és bár alapvetően a nagyobb érték jobb, néha árnyalja a képet, hogy bizonyos kártyákkal szerszám is szerezhető. Ettől függetlenül ő elveszi ezt az 5-ös értékű kártyát, és most ezt a kártyát vagy eldobja a dobópakliba, vagy pedig valamelyik kosarába helyezi. Minden kosárban megfelelő mennyiségű szőlőnek van hely, ebbe a kis kosárba 2 kártya fér, ebbe a nagy kosárba pedig 3 kártya is fér. Ez a játékos úgy dönt, hogy a nagy kosarába helyezi ezt a kártyát. Most a piros játékos következik, ő elveszi ezt a 4-es chardonnayt és berakja egy kosarába. A kék játékos pedig mondjuk ide lép és elveszi ezt a 3-as Pinot Noir-t. Újra a zöld játékoson a sor, hiszen ő áll most leghátrébb, és innentől már két lehetősége is van, hiszen a mozgása előtt vagy után kell elvennie a kártyát, tehát döntet úgy is, hogy most innen elveszi valamelyik elérhető kártyát, vagy pedig lép, és utána vesz el egy kártyát. Én mondjuk örül annak, hogy meghagyták itt ezt a 5-ös értékű Cabernet Sauvignont, így elviszi azt, berakja ugyanabba a kosarába, amelyikben az előzőt is, és köteles lépnie. Ide nem léphet, hiszen mindenféleképpen egy előrébb lévő mezőre kell lépnie, így úgy dönt, hogy ide fog lépni. A piros játékos úgy dönt, hogy elviszi ezt a 4-es értékű Cabernet Sauvignont, és ide lép. A kék játékos úgy dönt, hogy előbb lép ide, és utána veszi el ezt a 3-as értékű Garnacset. A zöld játékos pedig mindenféleképpen ki kell, hogy lépjen, hiszen nincs már olyan üres tároló, ahova léphetne. Így úgy dönt, hogy innen elveszi ezt a 2-es értékű Garnacset, és ezt a kicsi kosarába helyezi. Emellett pedig a kártya lehetővé teszi, hogy elvegyen egy ilyen szerszámjelölőt, jelen esetben a kacort, és az elvett szerszámot a saját szőlőszedő kártyára kell helyezni az egyik ilyen számára fenntartott helyre. Ez egyben azt is jelenti, hogy minden szőlőszedőnek egyidejűleg legfeljebb 2 szerszáma lehet. Mivel kötelező mozogni a körben, így a zöld játékos ki kell, hogy lépjen, és az első játékos, aki kilép, az megkapja ezt az univerzális szőlőjelölőt. Ez egy bármilyen szőlőt helyettesíthet majd, egyes értékűnek számít, de nem foglal el helyet egy kosárban sem. Amikor egy játékos a kiárathoz ér, akkor szőlőt szállíthat a pincészetekben, erről később ejtek szót, illetve lehetőség van az egyik, vagy akár mindkét kosár lecserélésére. Csak üres kosarat lehet lecserélni, és bármelyik kosarat bármelyikre le lehet cserélni. A lecserélt kosár kikerül a játékból, az új kosarat pedig a játékos maga elé veszi, és a kettő közötti dicsőségpont különbözetet kell kifizetni, például egy kezdő kiskosárkártya 5 dicsőségpont értékű. Ha például helyette egy nagy kosarat szeretnénk venni, akkor a különbözetet, azaz 7 dicsőségpontot ki kell fizetnünk. Mivel játékosszám függvényében csak korlátozott kosárvásárlási lehetőség van, így biztos, hogy nem minden játékosnak jut majd például nagy kosár. Ebbe akár 4 kártya is fér. Tehát összefoglalva, aki elsőnek ér a kiárathoz, kap egy univerzális szőlőjelölőt, egy vagy akár mindkét kosarát leszállíthatja valamelyik pincészetbe vagy pincészetekbe, fejleszheti a kosarát vagy kosarait, majd a figurát a bejárathoz kell helyezni, a bejárathoz képest a lehető legtávolabb. A piros játékoson a sor, ő elveszi ezt a 2-es értékű chardonnayt, és egy metsző ollójelölőt is kap. Ezután kilép, ő már nem kaphat univerzális szőlőjelölőt, de a szőlőit pincészetekbe szállíthatja, illetve fejleszteti a kosarait, utána pedig a jelölője a következő helyre kerül, egyel közelebb a bejárathoz. Végezetül pedig a kék játékos is kilép, ő is kap egy metszőollójelölőt, és elviszi ezt a 2-es értékű Cabernet Sauvignont. Pincészetekbe szállíthat, fejleszteti a kosarait, és közvetlenül a bejárathoz kerül. Majd, amikor minden játékos szőlőszedője a bejáratnál van, új forduló kezdődik. A játékosok mindent megtartanak a fordulók között. A mezőket most kell feltölteni kártyával, tehát ahol nincs 2 kártya,
oda fel kell fedni kártyákat egészen addig, amíg mindenhol újra két kártya lesz. Ha valahol egy kártya maradt az előző fordulóról, arra rá kell helyezni az új kártyát, és ha elfogyna a húzópakli, akkor majd a dobópaklit újra kell keverni, és abból egy új húzópaklit képezni. A kiárathoz egy újabb univerzális szőlőjelölő kerül, és minden olyan pincészet kártyára, ahol legalább egy ilyen üres hordóhely van, rá kell helyezni egy-egy dicsőségpontot. Ezután új forduló kezdődik, ami pontosan ugyanúgy zajlik, mint az előző. Fontos, hogy a saját körünk során a két kosarunk tartalmát bármikor megcserélhetjük, arra azonban figyelnünk kell, hogy ne lépjük túl a kosár kapacitását. Tehát most még megcserélhetem ezt a két kosarat, de ha ide egy harmadik kártya kerül, akkor már nem. Az is fontos, hogy a kosarokban lehetnek vegyesen szőlők, tehát bármilyen szőlőkártyát be lehet helyezni emellé. Ezen nincs probléma. Viszont a kosár tartalmát együttesen kell kezelni, így arra nincs lehetőség, hogy a két kosár tartalmát keverjük. Emellett pedig lehetőség van a körünkben arra is, hogy egy kosarat teljesen kiürítsünk, azaz az ott lévő kártyát vagy kártyákat a húzópakli melletti dobópakliba helyezzük. A zöld játékos mondjuk úgy döntött, hogy eldobja ezt a garnácsát, és rögtön ide lép, és elveszi ezt a ötös sárdonét, ezt ide helyezi. A piros játékos mondjuk elveszi ezt a 4-es Cabernet Sauvignont, a kék játékos pedig ezt a 3-as Cabernet Sauvignont, és ezzel hozzájött egy kacorhoz. És mivel a zöld játékos előrébb lépett, így hiába volt már a piros játékosnak közben köre, újra ő következik, hiszen ő áll leghátrébb, és mondjuk ő dönt, hogy lép egyet, elviszi ezt az 5-ös sárdonét. A kék játékos ide lép, és elveszi ezt a sárdonét. Ha a készletben már nincs az adott szerszámból, akkor az nem vihető el. A zöld játékos elviszi innen ezt a 3-as sárdonét, és átlép ide. A piros játékos mondjuk elveszi az 5-ös sárdonét. A kék játékos még a lépése előtt elviszi ezt a 3-as Pinot Noir-t. És a zöld játékos mindenféleképpen ki kell, hogy lépjen, és előtte még elvihetne egy kártyát, de ez egy ilyen elszáradt szőlőtőke, nincs rajta szőlő, így ezért nem kap semmit, ezt ki kell dobni, viszont cserébe legalább egy metszőollót elvihetne. Azonban van neki egy kacor szerszáma, amit felhasználva egy mezőnél bármely kártyát elveheti, tehát nem muszáj az elérhető közül választani, lehet olyan kártyát is elvenni, amin van másik kártya, így ő, ha felhasználja ezt a kacort, elviheti ezt a 4-es értékű Pinot Noir-t, és ebbe a kosarába helyezi, majd miután kilép, elveszi ezt az univerzális szőlőjelölőt is, és most értékesíteni fogja a kosarait. Minden pincészetnek van valamilyen követelménye, ami valamilyen szőlőfajtához tartozik. Amikor kizárólag egy név látható, akkor nem keverhető más szőlővel, így például akkor adhatunk e szőlőt ennél a pincészetnél, ha legalább 8-as értékben csak sárdonét szállítunk nekik. Ez itt meg tudjuk tenni, hiszen 3 meg 5 az 8, tehát ezt teljesítve ebből a kosárból eladjuk ezeket a szőlőket ennek a pincészetnek, ezek a kártyák a dobópakliba kerülnek, az egyik hordónkat rá kell helyezni egy üres mezőre, és a letakart mezőn látható pontértéket kapjuk meg győzelmi pontokban, azaz dicsőség pontokban, ez jelen pillanatban 10-et ér. Itt például legalább 7-es értékben kell Pinot Noir-t leszállítani, azért 16 dicsőség pont jár. Itt pedig csak garnacha szállítható, ebből bármennyi, tehát nincs minimum érték, és a leszállított érték kétszeresét kapjuk meg győzelmi pontokban, tehát az előző forduló végén akár a 2-es garnacsát is le lehetett volna szállítani ide, amiért 4 győzelmi pont járt volna. Vannak olyan pincészetek is, ahol nem csak név szerepel, hanem más szimbólumok is. A szimbólumok különböző szőlőfajtákhoz tartoznak, és ez azt jelzi, hogy igazából főleg Cabernet Sauvignonra van szükség, de mást is leszállíthatunk. Van minimum érték, és a leszállított szőlők értékének legalább a fele olyan szőlőfajta kell, hogy legyen, amit a pincészet megnevez. Tehát például a másik kosárban van 10 értékben Cabernet Sauvignon és 4 értékben Pinot Noir,
Ez összesen 14, tehát ide gond nélkül leszállítható, hiszen itt a 13 a minimum érték, és a leszállított szőlőknek legalább a fele az a kívánt szőlőfajta. De jelen helyzetben beadhatunk még egy ilyen univerzális jelölőt is. Ahogy említettem, ennek egyes az értékes bármilyen szőlőfajtát helyettesíthet. Tehát ez így most 15 érték, így elértük a nagyobb igényű Cabernet Sauvignon pincészetet is. Nekik fogjuk eladni, letakarjuk az egyik ilyen mezőt, és ezért 19 dicsőségpont jár a felhasznált szőlőket a dobópakliba, illetve a készletbe kell visszahelyezni. Minden pincészetbe csak addig lehet szőlőt szállítani, ameddig ott van üres hely, és a fordulók végén mindig kerül egy-egy dicsőségpont azokra a szőlészetekre, ahol még legalább egy üres mező van. Az itt felhalmozott dicsőségpontokat az a játékos szerzi meg, aki az utolsó üres mezőre helyezi a hordó jelölőjét. A szövetkezett kártya gyakorlatilag egy ilyen menekülő útvonal. Erre nem kerülnek a fordulók végén dicsőségpontok, és bármilyen szőlőt, bármilyen mennyiségben lehet ide szállítani, azonban a leszállított értéknek csak a felét kapjuk meg. A szerszámjelölők közül a kacorról már ejtettem szót, tehát ezzel az adott mezőről egy nem elérhető kártyát is el lehet venni. A Metsiolo felhasználásával az adott mezőről két kártya is elvehető, ezek azonban elérhetők kell, hogy legyenek, de persze azt meg lehet tenni, hogy egy kártyát elveszünk, majd másodiknak az alatta lévő kártyát vesszük el. A csizma felhasználásával pedig egy a szőlőszedőhöz képest hátrébb elhelyezkedő mezőről vehetünk el kártyát, de ettől függetlenül a körünkben ugyanúgy előre kell lépni a szőlőszedővel, és ez nem plusz lehetőség, hanem az egyetlen kártyavételi lehetőség helyett lehet hátrébb lévő mezőről egy elérhető kártyát választani. A körünkben, ha van két különböző szerszámunk, akkor azokat kombinálhatjuk is. Például csizmával és metszőollóval két kártya is elvehető hátrébb lévő mezőről, csizma és kacor kombinálásával hátrébb lévő mezőről nem elérhető kártyát is elvehetünk, és a kacor metszőolló párosítással az aktuális mezőről két kártya vehető el, és a két kártya közül az elsőt elvehetjük úgy is, hogy az nem elérhető. Amikor egy játékosnak elfogynak a hordójelölői, tehát az összes hordóját leszállítottam, akkor ő már nem kerül újra sorra, a többi játékos még végigjátsza a fordulót, tehát rendesen végigmegy az aktuális forduló, ezt követően pedig össze kell adni a megszerzett dicsőségpontokat, és a legtöbb dicsőségponttal rendelkező játékos a győztes. Ha döntetlen alakulna ki, akkor az érintettek közül az nyer, aki előbb lépett ki az utolsó fordulóban. Két fős játék esetén mindkét játékosnak 2-2 szőlőszedője van, azonban ugyanúgy 1-1 szőlőszedő kártyával rendelkeznek, így mindkét játékosnak a megszokott módon összesen 2 kosara lehet a játék folyamán. Az előkészületek során felváltva kell felhelyezni a figurákat a sorba, és a kezdőjátékos 1 dicsőségponttal kezd, a másik játékos pedig 3-mal. A játék többi része a megszokott módon zajlik, azonban a játéktáblán mindkét játékosnak 2-2 szőlőszedője lesz, így ezek mozgását kell majd összehangolni. A Lavinia érdekes mechanikákat ötvöz, és azok számára, akik kedvelik ezt a szőlészet-borászat témát, és könnyed, gyors kikapcsolódásra vágynak, kimondottan jó választás lehet. A videóban látható példányt a Vagabond kiadó webshopja a jojátékjóáron.hu bocsájtotta a rendelkezésemre. Köszönöm szépen! Látogassatok el a honlapjukra! Sok különleges, nehezebben beszerezhető játék mellett a Lavinját is megtaláljátok.